Sziasztok! Oli vagyok, és itt van egy újabb videó a Star Wars Galaxy of Heroes nevű játékhoz. Itt van a februári hírek, fogalmam sincs, hogy hanyadik. A lényeg, hogy néhány új dolog. Kapásból kiadtak egy ilyen a gangereknek a főnökét, gyakorlatilag egy új karakterként. Na most már vannak problémák vele állítólag, hogy bugot okozna, de egy új karakter, új faction, tehát azt jelenti, hogy egy teljes faction-t bejelentettek. Tehát most a faction az nyilván nem egy karakter, hanem várhatóan legalább öt, ugye? Azt ugyan fogalmam sincs, hogy ki a jó eget raknak bele, mert hogy sajnos tegyük föl, hogy Jar Jar-t, ugye? Van a boss, meg a Jar Jar, meg mondjuk betesznek egy ilyen kis főnököt, akiből volt egy pár a Nabui csatába, de hogy utána kit raknak be, esetleg a hajítógépüket, vagy én nem tudom, tehát hogy ott volt valamilyen bombás hajítógépük. Igazából nem nagyon veszek észre senki olyan megnevezhető karaktert ebből az egész factionből, hogy ebből öt karaktert össze lehessen hozni, de biztos megcsinálják. És ha már Nabui csata, ugye, tehát esetleg lehet, hogy akkor erre rá kell menni, mert lehet, hogy ezek kellenek majd az új réthez, vagy az új GL-hez, hát ki tudja. Tehát most, ez most egy teljes faction kiadnak, ez ráadásul a bosszot rakják ki elsőnek, tehát azt jelenti, hogy ez nem olyan faction lesz, hogy négy darabot gyűjtsél össze, és majd az ötödiket megkapod a valahonnan, tehát a eventbe, vagy nem az eventbe, hanem a gyűjtögesd össze, és akkor az a feladat, hogy őt majd kinyissad, tehát nem ilyen típusú, hanem valószínűleg mind az ötöt gyűjtögetni kell majd. Jó, mindegy, én nem néztem át ennek, hogy mit tud, de biztos jó lesz, biztos, új karakter, úgyhogy biztos jó lesz. Majd mind az öt karakterrel együtt, jó, nyilván, tehát hogyha, ahogy néztem, azért belenéztem, és gyakorlatilag ez az ember a gangereknek a cuccot is nem igazán másnak, tehát akkor így önmagában nem sokat fog érni. Jó, menjünk át akkor a játékba. Nézzük akkor az egyéb híreket, ugye, most beugrottunk a játékba. Ugye megy a Conquest egyrészt. Tehát azt jelenti, hogy ebből a sorozatból ugye ez a harmadik, ugye, hogyha bemegyünk és megnézzük a jutalmakat, akkor gyorsan előszedek egy ládát, ugye, tehát most osztogatják ezt a Dark Bane-t, meg ezt a Moff Gideonnak a Dark Trooper változatát, ezt utoljára, ugye, tehát most lehet utoljára szerezni ládából, utána már venni kell, csak magába. És a Darth Bane az most van ugye a első időszak, és a következő három hónapban ő lesz a másodlagos karakter, és akkor ez a következő Conquestről ugye kapunk egy teljesen új Conquest karaktert, legalábbis ez a várható. Jó, ugyanígy a következő Conquest nem csak ebbe lesz váltópont, ugye, hanem a Datacronoknál is, tehát számítani kell rá, hogy majd a következő Conquest, amikor bejön, akkor lesz Datacron váltás is, tehát a következő Conquest eleje nagyon fontos lesz, hogy odafigyeljen az ember és hagyjon magának kristályt, hogy tudjon miből Datacront venni, ugye. Na, lefagytam, úgyhogy kicsit újra töltöttem itt a játékot, és akkor nézzünk bele még egy dologba, ez pedig a Store. Most látjuk, hogy teljesen új formátumot kaptunk, ugye, tehát azt jelenti, hogy eddig is voltak resources, meg kristály, de nem volt gift. És gyakorlatilag, hogy mi ez a gift, gyakorlatilag bárki vehet a klántársának valamit. Most itt különböző ilyen csomagokat. És kezdetnek kapásból berakták egy hétre, most már csak jó öt nap van hátra. Majd, hogy nem minden Lightspeed bundle-t, amit korábban kiadtak, most újra kiadták. Nem magamnak lehet megvenni, hanem a klántársamnak. Tehát, ez szerintem egy ilyen nagy húzás tőlük, én utálom, de
belőle. elismerem, hogy pénzügyi szempontból lehet, hogy be fog jönni nekik, mert az, hogy magamnak már nem tudok mit venni, mert már tele vagyok, de hogy a klántársamnak vehetek valamit, hogy ne legyen már olyan szerencsétlen, vagy mit mondjak, bocsánat a kifejezésért, tehát hogy legyen már neki is GI-ja, vagy valami, és akkor támogatjuk a fel, ha valaki megengedheti magának, és akkor vesz valamiért a klántársának. Lehet, hogy ez egy érdekes ötlet, ettől függetlenül nyilván egy ingyen játékos, mint én, tehát annak ez nem tetszik, de hát ez van. Jó, ez van, ezt kell szeretni. Jó, a lényeg, hogy van gift, nem magamnak vehetek valamit, ilyen bandulakat, hanem a klántársamnak vehetek cuccot. Érdekes. Jó. Mi van még, amit el akartam mondani? Ja, még egy dolog van. Ennek a világon semmi köze a hírekhez. Egyszerűen csak bejelentem, hogy free player vagyok, és mint látjuk, mind a 8 darab kijelen megvan. Hurrá! Kiszurkoltam, vagy kiszurkoltuk, nem tudom, hogy kiszurkolt nekem, remélem volt olyan is. Valaki, mindegy, a lényeg, hogy free playerként is ki lehet nyitni ezeket a dögöket, és tessék, nekem mind a 8-at sikerült, úgyhogy most a nagy a sikerélmény, még a ultiaik is megvannak, úgyhogy most aztán már tuti, nagy kanállal leszek. Föl is nyomott a gép már Kyber 2-be, mert annyi GI-t raktam le, hogy szegény ellenfelek csak nek gondolom, hogy kicsit elege lett belőlem. Minden esetre ez egy ilyen jó poén. Jó, tehát ennyi volt a videó, és akkor mindenkinek jó játékot természetesen. Sziasztok!